Az elmúlt hetekben tomboló skandináv nyár nem kedvezett a strandolóknak, ám az allergiások pár hétig fellélegezhettek. A csapadékos időjárás következtében az esőcseppekbe, nedvességbe beleragadt pollenek kimosódtak a levegőből, ezért a pallakfű pollen koncentrációja még sehol nem érte el a tüneteket is kiváltó közepes szintet. A felmelegedés hatására azonban a tartós eső elmúltával pollen szórása felerősödik, és napjainkban várhatóan elindul a parlakfűszezon, ami egészen októberig is tarthat. A szem és könnyezésétől, a folyamatos tüszögéstől és orfújástól szenvedő allergiások bizonyára elégedettek lennének, ha a parlagfű mentesítésről szóló törvényben előírt határidőig, azaz június 30-ig mindenhol megtörtént volna a gyomnövény kaszálása, írtása. A leginkább vasúti sinek és utak mentén, valamint parlagon hagyott területeken, nem megfelelően gyomírtott földeken előforduló parlagfű, a szigorú jogszabályi tiltások ellenére megyénkben több mint 40 területen zavartalanul és alattomosan virágzik. A gondatlan gazdák ellen hatósági eljárás indul, növényvédelmi bírsággal együtt, ami a terület nagyságától függően 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Parlakfűvel fertőzött területekről bárki bejelentést tehet. Belterületeken az illetékes önkormányzatnál, külterületeken pedig a Borsodavó Zemplén megyei kormányhivatal, növény- és talajvédelmi igazgatóságánál. Addig is, aki allergiás tüneteket észlel, orfolyás, tüsszentés, szemviszketés és pirosodás, torokkaparás, forduljon orvoshoz, hogy kiderüljön, mi okozza a problémát. Aki pedig allergiás, már most, a szezon kezdetén kezdje el szedni gyógyszereit, hiszen pár héten belül kíméletlenül elkezdődik a gyomnövény tömeges virágzása.